Jó estét kívánok! Valamennyi kollégám nevében köszöntöm kedves nézőinket. Az adventi készülődés harmadik hetében remek hírekkel, színes összefoglalókkal várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsanak velünk! Adásunk elején tekintsék meg rövid híreinket. December 5-én, nem sokkal 14 óra után egy Dévó személygépkocsi haladt a Halasi Fekete Péter téren, a Betlen utca irányából a Major út felé, amikor az isonzó kereszteződés előtt áttért az út másik oldalára, ahol három személygépkocsit összetört, majd tovább haladt a patkára és a járdára. Elütött egy kerékpárját toló középkorú hölgyet, akit súlyos sérülésekkel szállítottak mentőseink a kórházba. Itt még mindig nem ért véget a rombolás, tovább haladva átment az isonzó másik oldalára, ahol a garázs fala fogta meg. A gépkocsi vezetője valószínű rosszul lett menet közben, mert fékezés nélkül rohant a falnak. Az eszméletlen sofőrhöz először Takács Krisztián, címzetes főtörzszászlós érkezett, aki megállapította, hogy az eszméletlen férfinek nincsenek életfunkciói. Így megkezdte a kimentést és az újraélesztést, amit a mentőseink folytattak. A szakszerű, összehangolt munka következtében sikerült visszahozni a beteget. Miután stabilizálták az állapotát, kórházba szállították. Valószínű, hogy a héten ez a legtöbbet olvasott hírünk. Ritkán fordul elő ugyanis, hogy egy cikkünket 20 000-nél is többen olvasnak. Több internetes hírportál is beszámolt arról, hogy a Nébi több mint 94 000 liter lejárt minőség megőrzési idejű almalé forgalmazását tiltotta meg Derecskén egy gyümölcslé üzemben. A hivatal elrendelte a tételek forgalomból történő kivonását, és megtiltotta a további értékesítést. Az üzem közösségi oldalán kitett közleményében leszögezte, a kiváló minőségű gyümölcslevek előállításával nem tárult fel szabálytalanság. Idézem, cégünk vezetősége és minden dolgozója eddig is betartotta, s a jövőben is betartja a termékek előállításának technológiai előírásait, tisztában van a felelősségével. Az üzem a jövőben számít fogyasztói és partnerei töretlen bizalmára. Évzáró ünnepséget tartott december 7-én a Hajdúszoboszlói Város Szépítő Egyesület, ahol dr. Kálmánné Hunyadi Györgyi értékelte az évet, és főbb vonalakban felidézte a programokat. Az Egyesület 2016-ban a legkisebb korosztályt célozta meg, és egész évben olyan akciókat szervezett, mely a környezetvédelem és az egészséges életmód kialakítása felé tereli a résztvevőket. Iskolai vetélkedők, környezetvédelmi akciók, egészségvédelmi program, színházi előadás és természetesen az Egyesület által szervezett szokásos évi ünnepségek képei pörögtek a kivetítőn. A tagság lelkesen hallgatta a beszámolót és Mihály Gyuláné Margó műsorát. Vacsora után közös fotózásra került sor. Városunk polgármestere dr. Sóvágó László és a Hajdúszoboszlói TDM vezetője Kabály Zsolt együtt vették át a múlt hétvégén Budapesten immár harmadik alkalommal az év turisztikai települése díjat. A rangos elismerésért, bár már a magyar igazság szerinti három alkalom megvolt, természetesen jövőre is harcba szállnak, hogy legyen ráadás. 2016-ban ismét sorra besöpri a rangos elismeréseket Hajdúszoboszló. Városunk szakemberei sokat is dolgoznak, bármelyik területről legyen szó. A múlt héten adták át az év turisztikai települése díjat, melyet városunk polgármestere és a Hajdúszoboszlói TDM ügyvezető igazgatója együtt vettek át, hiszen immár harmadik alkalommal Hajdúszoboszló nyerte el. Lassan mondhatom úgy, hogy megszokás, hogy az év települése, az év turisztikai települése díjat Hajdúszoboszló városa nyeri. Én azt gondolom, hogy a díj jelentőségét túlbecsülni sem kell.
Ennek elsősorban marketing értéke van, és hát van benne persze egy olyan is, hogy nagyon sok magyar állampolgár, aki itt járt, úgy véli, hogy Hajdúszoboszló egy jó hely, érdemes itt üdülni, érdemes itt pihenni, és ezt nem csak magukban határozták el, hogy így van, hanem szavazatukkal is kifejezésre juttatták. Az külön öröm számomra, hogy már harmadjára történik ez egymás után, és valóban, ahogy én Facebook oldalon is közzétettem, viccesen azt mondták ott a turisztikai szakemberek, hogy jövőre nem is kell ezt a versenyt kiírni már, ha Hajdúszoboszló indul, mert ez eldöntött kérdés. Én remélem, hogy nem. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy nem tulajdonítom én ezt Hajdúszoboszló város önkormányzatának, vagy nem hiszem, hogy Hajdúszoboszló önkormányzatát illeti a legfőbb dicséret. Azt gondolom, hogy a városban működő szállodák, éttermek, a gyógyfürdő, és mindenki más, aki valamilyen módon kapcsolódik az idegenforgalomhoz, számukra köszönetemet kell, hogy kifejezzem, hogy munkájukkal hozzájárultok a mi sikereinkhez. Nélkülük nem lehetne színvonalas idegenforgalmat csinálni, én a jövőben is számítok munkájukra, véleményükre igyekszem tekintettel lenni, és hát mi is úgy igyekszünk a munkánkat ellátni, hogy segítsük az idegenforgalom fejlődését. Ahogy polgármester úr is fogalmazott, a turisztikai szakembereké az érdem. Így stúdiónk vendége volt Kabály Zsolt, a szakmai oldalról őt kérdeztük. Nagyon nagy megtiszteltetés ért minket immár harmadjára, hiszen a szállás.hu által rendezett versenyen Hajdúszoboszló az év turisztikai települése lett. Ahogy említettem, ez már a harmadik alkalommal. Sajnos nem a klasszikus Mesterhármas sikerült megcsinálnunk, hiszen volt egy év, amikor beékelődött egy másik település is, viszont most egymás után másodjára szereztük meg ezt a elég rangos díjat, hiszen a szállás.hu elmondása alapján rengeteg, tehát több százezres szavazatból, értékelésből jött végül is ki ez a nagyon szép eredmény. És mindenféleképpen, ahogy említetted, hogy Tarolc Hajdúszoboszló ehhez még hozzátartozik, hogy a városunk nagyon szép eredménye mellett két hajdúszoboszlói szálloda is díjazásban részesült, úgyhogy a városunk neve sokszor elhangzott ezen az ünnepélyes díjátadón, hiszen a népszerűségi kategóriában a 4-5 csillagosok között a Hotel Silver Hostel az első helyet, és a Nelson Hotel pedig a másodikat. Egy turisztikai szakember hogy éli ezt meg, hogy jól dolgozik, jól teljesítünk, jól csináltok valamit? Én mindig azt szoktam mondani, tehát mi, mint menedzsment szervezet, a háttérből tevékenykedünk, tehát nem vagyunk annyira rivaldafényben, nem is ez a dolgunk, az a dolgunk, hogy Hajdúszoboszlót rivaldafénybe tudjuk helyezni, és természetesen, mivel itt egy népszerűségi díjról van szó, ezért ez egy közös munka, tehát a város minden lakójának, a turizmusban dolgozónak ugyanúgy szerepe volt benne, mint ahogy nekünk. Mi indultunk ezen a versenyen, természetesen megtettünk mindent a díjjal kapcsolatban is, hogy ezt eléggé promótáljuk és propagáljuk, és hál' Istennek egy nagyon szép díjjal térhettünk ismét haza, aminek úgy gondolom, hogy jelentős marketing értéke van. Ami még örvendetes, bár ilyet talán nem szabad mondani, de Budapestet előztük meg egy nagyon szoros versenyben, tehát az utolsó nap dőlt lényegében el ez a népszerűségi díj. Azért nagyon fontos ez a díj, mert ez egy népszerűségi díj lévén olyan látogatóktól és vendégektől érkezett, akik vagy már voltak Szoboszlón, és minket nagyon kedvelnek, vagy pedig tervezik, hogy ide jönnek. Úgyhogy ez tényleg méltán büszkeséggel tölthet el minden városi lakost, vagy aki a turizmusért tevékenykedik. Felszínre került esetleg olyan, ami hiányosságunk, vagy lehetne változtatni még Hajdúszoboszló turisztikáján? Inkább a pozitívumokra volt ugye kihegyezve a díjátadó, tehát azon kívül, amit mondtam, a népszerűségi díjakon kívül különböző szakmai elismerések voltak, szakmai díjak is voltak, úgyhogy inkább a pozitívumok lettek megfogalmazva. Én úgy gondolom, hogy számunkra a legfontosabb tényleg az, hogy a városunkat ilyen módon is ki tudtuk emelni, és hogy az ország lakossága, a turizmus szerető és az úgy utazni vágyó lakossága tényleg a legnépszerűbb településnek ítélte meg. Jövőre is indul városunk ezen a
megmérettetésen? Mindenféleképpen, bár ahogy polgármester úr említette, ott mókásan többen megjegyezték, hogy talán nem kellene indulnunk, és lehetőséget kellene hagyni a többi településnek is. De természetesen én úgy gondolom, hogy ez feladatunk, és ahogy említettem az előbb, ez egy elég jelentős marketing értékkel bír, tehát erre büszkének kell, hogy legyünk. Kabály Zsolttal beszélgetésünket még jövő heti adásunkban folytatjuk. Akkor a 2016-os esztendőt értékeli a statisztikai adatok tükrében. Maradva a turisztikánál, ismét segítséget kívánnak nyújtani a turisztikai szakemberek a szállásadóknak, hogy minél hatékonyabban tudjanak megjelenni az online felületeken. Ez alkalommal a jól ismert közösségi oldal, a Facebook került terítékre. Az ebben rejlő lehetőségekről és buktatókról szólt az előadás. Ez alkalommal az Atlantis Hotel adott otthont a szállásadóknak rendezett előadássorozatnak. A téma még mindig az online felületeken való hatékony megjelenés, és ami eddig még nem érintett a közismert Facebook oldal. Hiszen aki ma érvényesülni akar a vendéglátásban, jól teszi, ha él az újkor adta lehetőségekkel. A Facebook és a közösségi média lesz a mai napnak a középpontjában, és arra próbálok majd választ adni, hogy a szállodáknak, szállásadóknak, vendéglátóhelyeknek a közösségi média hogyan tudja támogatni az üzleti lehetőségét, hogyan tudnak új vendégeket szerezni, vagy a régieket jobban megtartani, mert erre nagyon sok lehetőséget biztosítanak a közösségi média felületei. Eddigi tapasztalatok alapján mennyire nézelődnek az emberek a Facebookon, akár a szállások tekintetében? Elég gyakran használják ezt, sokszor egyébként abszolút ilyen tudat alatt igazából, hiszen az ismerőseink, akik elmennek valóban nyaralni, vagy éppen ott vannak, ahol szinte megállíthatatlan az, hogy valaki bejelentkezzen onnan, vagy megosztan egy fotót, egy szelfit, egy valamit, és ez hatással van a vásárlási szokásainkra, és így óhatatlanul kapcsolatba kerülünk akár szállásadóhelyekkel, vagy vendéglátóhelyekkel egy környéken, és ez azért elindítja az emberekbe azt, hogy motoszkáljon a fejükbe, hogy hova lehetne menni, főleg ha valami izgalmas programot, valami izgalmas helyszínt osztanak meg az ismerősei, és onnantól fog már figyelnek arra is, hogy hogyan kommunikál az a szálloda, mit ajánl föl nekik, milyen ajánlataik vannak. Ez az egyik része. A másik része pedig, aki inkább tudatosan keres, mert tudja azt, hogy egy hosszú hétvége következik, vagy valami születésnap, vagy valami alkalom, amit valami izgalmas új környezetbe szeretne elkölteni, akkor ő rákeres mondjuk erre a Google-be, a keresőbe, és kapcsolatba kerül mondjuk a szállodának a weboldalával, de utána már a hirdetések segítségével a különböző közösségi média felületeken fogják őt újra utolérni a szállásadók, és nem mindegy, hogy ez a kapcsolat, vagy ez az átmenet, ez hogyan történik meg. Melyek azok a konkrétumok, amiket figyelmükbe ajánlasz az itt levőknek, hogy feltétlenül szerepeljen akár egy jó fotó, egy jól beállított nagy felbontású kép? Én azt gondolom, hogy egyre több olyan, aminek érdemes szerepelnie. A fotók, a videók azok mondjuk úgy, hogy most már ilyen alapok, és hogy az, hogy ezek mennyire jók, vagy mennyire nem kell feltétlenül mindennek ilyen tökéletesnek lennie. Jó, hogyha vannak olyan fotók, videók, amit profik készítenek, de ugyanilyen hasznos az is, hogyha a vendégek által megosztott tartalmak, fotók, videókat használják fel a kommunikációban nyilván úgy, hogy ez teljesen szabályos keretek között, illetve vannak azért új megoldások, amiben szintén érdemes gondolkodni, 360 fokos fényképek, videók, amiket már egyszerű eszközökkel meg lehet valósítani, ilyen 1-200 000 forintos kamerával most már tényleg ilyen 360 fokos videót lehet készíteni, meg vannak olyan cégek is, akik erre specializálódnak egyébként, tehát ez is érdekes lehet, vagy élő videó közvetítések eseményekről, amik az ilyen szálláshelyeken történnek. Egyre több olyan van, amit itt technikai oldalról ki lehet használni, és érdemes is ezeket, hiszen ezek olyan élményt adnak a leendő vendégeknek, amik már idejekorán be tudják őket vonni. Kicsit a kóstoltatásnak a fázisában vagyunk így, hiszen hogyha egy ilyen panorámán be tudom járni azt a lehetséges szálláshelyet, akkor egy kicsit azért beleízlelek abba az élményvilágban, ami itt van, és ez lehet, hogy abba az irányba fogja dönteni a választásomat. Persze talán sokan tartanak ennek a buktatóitól. Az online felületeken való megjelenésnek is van természetesen visszajelző, kontroll szerepe. Nagy kíváncsisággal várom a mostani előadást, illetve a kollégáknak majd a visszajelzéseit az előadás közben, hogy ők hogyan értékelik. Ugye én, amiről számokról tudok említést tenni, az a saját felületeinken való eredményesség, tehát a hajdúszoboszlói oldal, illetve a hajdúszoboszló Facebook oldala. Éppen a kollégáknak említettem, hogy a
hajdúszoboszlói oldal bejövő forrásai között a Facebook oldalunk a harmadik helyen van, tehát nagyon sok átkattintás érkezik onnan, ezért is kiemelt fontosságú az ottani megjelenés, és a közösségi oldalakon való részvétel szerintem már nélkülözhetetlen. Milyen veszélyeket rejt magába, hiszen a Facebookon hozzá tudnak szólni, tehát már nem csak egy leírást olvashatnak el. Lehet, hogy vannak rosszakarók, akik csak rosszakat akarnak írni, tehát hogy mennyire befolyásolja ez az embereket, illetve mennyire lesz negatív a kimenetele várhatóan? Ez egy nagyon érdekes kérdés. A Lévai Rihártól nagyon sok anyagot lehet megtalálni az ő oldalukon, és szintén ugye a Facebookon, tehát én is ebben próbáltam felvenni a ritmust és a tanácsokat, hogy mit kell tenni ilyen esetben. Azt kell mondjam, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy rengeteg rajongó és rengeteg tényleges olyan rajongó van, aki hajdúszoboszlót kedveli, úgyhogy igazából, megmondom őszintén, hogy moderálni nem is nagyon szoktunk. Mert egy-egy negatív visszhangot annyi sok pozitív ellenpéldával nyomnak le, úgymond, hogy így fogalmazzak, hogy egyszerűen nem szükséges az, hogy beavatkozzunk, úgyhogy néha még én is elcsodálkozok azon, hogy ilyen mértékű pozitív visszajelzés jön a követők közül, és mondom, szinte saját magukat lemoderálják és megválaszolnak kérdéseket. Úgyhogy ebből a szempontból ez egy munka megkönnyítés, hogy önálló életet él az oldal, és tényleg nagyon pozitív kicsengéssel. A hatékonysághoz szükséges a hozzáértés, hogy eljusson a célközönséghez. A szakember szerint tehát kihagyhatatlan a közösségi oldalon való jelenlét. Szintén buktató lehet az adatvédelem, érdemes tehát odafigyelni. A nap folyamán részletes előadást hallhattak ebben a témában is. Emellett az előadás mellett van egy rövidebb, de ugyanolyan fontos téma, méghozzá az adatvédelemmel kapcsolatos téma, és egy szakértő érkezett hozzánk. Ugye a képzés délelőtt és délután tartjuk, külön megosztva a szállodáknak és a nagyobb szálláshelyeknek, illetve az apartmanoknak, kisebb szálláshelyeknek délután. Mind a két terület speciálisan fogalmazza meg az adott szálláshelyek nagyságának és feltételeinek megfelelően a kereteket. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy erre is nagyon oda kell figyelni, hiszen elég jelentős büntetéseket lehet kapni, hogyha az adatvédelemnek megfelelően van feltüntetve a weboldalakon, nem úgy kezelik a vendégbejelentkeztetéseket, a hírlevél feliratkozásokat, tehát a személyes adatok biztonságára nagyon oda kell figyelni. A nap folyamán elhangzott előadás során projektor kivetítőjén keresztül szembesülhettünk a számomra lelombozó adattal, hogy bizony napi közel 3 órát tölt az átlagos magyar a Facebookon. De a szállásadóknak ez mindenképpen jó hír, hiszen ez is bizonyítja, hogy ezen a felületen érdemes jelen lenni. Lakossági fórumot tartott szerdán délután a Városgazdálkodási Zárt Körű Részvénytársaság tárgyalójában Antal Né Tardi Irén, a 4-es körzet önkormányzati képviselője. A megbeszélésen egyéb évvégi rendezvények miatt nem voltak sokan, akik viszont elmentek, alaposan készültek a képviselővel való találkozásra. Konkrét kérdésekkel, írásos anyaggal és fotókkal alátámasztott ötletekkel érkeztek a körzet lakók a fórumra, akiket Antal Né Tardi Irén szaloncukorral és mosolyogva fogadott. A hivatalos rész gyors, tömör, mellébeszélés nélküli volt. A képviselőasszony tényekről beszélt, melyeket már amúgy is tudtak az érintettek. Látszott, hogy nem most találkoztak először. A szűkös költségvetés miatti és az előző ciklusból megmaradt problémákat gyorsan átbeszélték. Aztán jöttek az aktuális gondok. Csepisdülőn nagyon sok probléma van, amiatt, hogy a kerteket egy kicsit hosszabban szántják, mint ahol annak lenni kellene a szántásnak. Magyar a dülők beszántása így járhatatlan volt az ősz folyamán, amikor a nagy esőzés volt. Hát ők nagyon jól látják, hogy ezt mi idézi elő. Kell hozzá, tudom, egy kis felújítási pénz is, de kell hozzá az az emberi megváltozott magatartás, hogy igen, nem tesszük tönkre azt, ami van. A lakossági fórumon szó volt az esetleges súlykorlátozásról is a dűlőutakon. Most az ősszel is azért állt elő a probléma, mert voltak, akik nem vigyáztak rá. A másik nagy kérdés az volt, hogy az utcák szélén a patka, hogy lett visszaállítva, aknatetők zörögnek, tehát olyan észrevételek, ami nem elsősorban pénzkérdés, egyszerűen csak odafigyelés is lehet.
Hát ez így van. Én ezt nem vettem észre. Ha tudtam volna, jeleztem volna, meg fogom tenni a holnapi nap folyamán. Én igazán nehezen tudom azt elképzelni, hogyha szakemberként ott járok és értek hozzá, és esetleg csak egy mozdulat lenne, akkor ezt miért nem teszem meg, hogy balesetet megelőzzek. A megbeszélés vége felé természetesen a tervek sem maradhattak el. Pályázati szinten a körzethatáron kondipark épülhet. Akkor, amikor a testület pályázatot nyújthatott be a nyár folyamán, és helyszíneket jelölt meg, akkor a mi körzetünk, de ez nem csak a négyes, hanem a hármas körzettel közösen is bekerült ebbe a pályázatba. Én nem tudok arról, hogy a megvalósítás az mikor történik, viszont ha lesz, akkor a Semmelweis utca végén egy felnőtt, egy-két elemből álló felnőtt fitness park vagy kondipark épülne, és én azt remélem, hogyha itt elkezdődött valami, akkor később gyerekjátékelemekkel játszó részekkel kiegészülhet, és akkor vihetik magukkal a piciket is. Összesítve, milyen évet zárt a körzet? Hát nem mondom, hogy átlag fölöttit. Remélem, hogy azért az átlagos szintet elértük. Mindenképpen több pénzre, több forrásra van szükség ennek a körzetnek, hiszen a nagy járműforgalom, akár a Nádudvari úton, akár a Nyugati soron, nagy összegű beruházást igényel, hogy biztonságosabb, jól megépített úton bonyolódjon le az a forgalom, amelyet az ott élők elszenvednek. Ezen a héten az egész ország a kedden megjelent PISA felmérésről beszél. Mi előző hét szombaton kérdeztük a tényekről a szakembereket, akik előre megmondták, nem lesznek jók az eredmények. Mivel a téma kiemelten fontos, vasárnapi adásunkban bővebben is beszámolunk a hajdúszoboszlói oktatási konferenciáról. Az Agora oktatási kerekasztal és a Le Monde diplomatik magyar kiadója múlt hét szombaton tartott oktatási konferenciát Hajdúszoboszlón. A szakemberek az iskola fenntartásról, finanszírozásról, az iskola szerkezetről, tantervekről, tankönyvekről tanácskoztak, és természetesen szóba került az esélyegyenlőség és a pedagógus életpálya modell is. A vélemények egy dologban megegyeztek. Hát nagyon nem jó felé mennek a dolgok. Tudjuk, hogy 2010 óta egy 180 fokos fordulat következett be az oktatás fejlődésében, hiszen a most is uralkodó kormány valami egészen más csinált, mint ami előtte volt, és ez a világgal is szembe ment, hiszen ilyen folyamatok szinte sehol nincsenek a világban. Na most valóban a párbeszéd az egyik kulcsmozzanat, tehát valahogy úgy kellene kilépni ebből a helyzetből, hogy együtt meg kellene beszélnünk a dolgainkat. Most már nem megy az, hogy valaki, legyen az egy kormány, legyen az egy civil szervezet, legyen egy szakszervezet, vagy egy tudományos csoport, megmondja, hogy mi a tuti. Nem lehet megmondani, hogy mi a tuti. Az lenne inkább a fontos, hogy alternatívákat tudjunk végig gondolni, és tényleg alternatívákat, ugye az egyik baj ma az, hogy nincsenek alternatívák, nem hallunk alternatívákról. Tehát alternatívákat kellene végig gondolni, és mindannyiunknak. Most a politika akkor lenne okos, hogyha azt tenné, hogy meghallgatja mindezeket, sőt, maga is gerjeszteni ezt a folyamatot, segíteni, hogy szakmai csoportok, civilek és mások elmondják a véleményüket, elmondják az ötleteiket, a javaslataikat, a kritikájukat is természetesen, és mindezeket összegyűjtve tudna jobb döntéseket hozni, amik jobban megfelelnek az országnak. Ugye ma nem ez történik, ma az történik, hogy egy politikai központban kitalálnak valamiket, és azokat tulajdonképpen ráerőszakolják az oktatásra. Ez így nem megy tovább. Totyik Tamás, a konferencia egyik szervezője, szintén a párbeszédet tartaná a legfontosabbnak. Hogy sohasem volt párbeszéd, sem a civilek, szakszervezetek és a Nemzeti Pedagógus Kar között. Aztán ezek a szervezetek, a szakszervezet is, meg a Nemzeti Pedagógus Kar is kihátrált a rendezvényből, de úgy döntöttünk, hogy nagy volt az érdeklődés, hogy akkor csak megtartjuk nélkülük is, mert úgy gondoljuk, hogy a közoktatásból a párbeszéd, a végeken dolgozó emberekkel való beszélgetés jelenik a legjobban, hogy őket meghallgassuk, és lássuk azt, hogy tulajdonképpen ők hogy látják lent a helyzetet. A cél az, hogy 2018 után még mindig várható, hogy a közoktatásban átalakítás lesz. Iskola szerkezetben, tantervben,
és egy kicsit elé szeretnénk menni ennek a folyamatnak, és egy alternatívát próbálnának a szakértők összegyűjteni, hogy tulajdonképpen lent mire is lenne igény, és akkor ezeket a véleményeket próbálnák összegyűjteni, és ementén egy koncepciót letenni az asztalra, hogy milyen változásokra, hogy milyen irányú elmozdulásra lenne szükség. Németi Zoltán a Hügyesende gimnázium pedagógusaként tartott előadást. Munkája tudása kapcsán tudja a kormányzati kommunikáció és a tényleges intézkedések forgatókönyvét. Mindent államosítottak, tehát nagy különbség az iskolák között, az állami fenntartású iskolák között tudtommal nincs. Január 1-től ugye most már az épületek kezelése is átmegy, úgyhogy kíváncsian várom, hogy fog működni a dolog. Lesz-e WC-papír például, vagy lesz-e szappan. Nálunk még ez eddig meg volt oldva, nem tudom, hogy a továbbiakban mi lesz. Pedagógusként és gyakorló szülőként előre látta, illetve látja a lépéseket, az intézkedések hatásait. Történelem tanárként tökéletesen tudja, miután mi fog következni. Ezért, amíg lehet, megpróbálja menteni a menthetőt, és a fideszes fiúkra bízná a pozitív változást. Lehet, hogy furcsa, amit mondok. Én azt gondolom, hogy a kormánypárton belül, illetve annak hordudvarában is vannak olyan értelmes emberek, akik képesek lennek a változásokra, értik ezeket a dolgokat. Tehát valószínű, onnan is el kellene kezdeni valamit. Az Igazgyöngy évek óta csinál valamit. A szakemberek szerint csodát, a kormány szerint csak valamit, mert pályázataik évről évre nem nyernek. 17. éve működünk a Berettyóújfalui kistérségben. 600 gyerek művészeti oktatásával foglalkozik az Igazgyöngy alapítvány által fönntartott Igazgyöngy művészeti iskola. Tulajdonképpen egy ilyen 8 éve mikor miféle bizonytalanságok vannak körülöttünk. Azt gondoltuk, hogy nem lehet hozzászokni ehhez, de sajnos hozzá lehet szokni ehhez a teljesen létbizonytalansághoz közeli állapothoz. Mindig van valami trauma, ami éppen megráz minket. Most a legutóbbi a tanoda pályázat, az elutasított tanoda pályázatunk volt. Egy olyan helyzet elé voltunk kényszerűek állni szeptemberben, hogy azok a egyetemisták, akik eddig önkéntesen vettek részt a tanoda munkájába, és most végeztek az egyetemen, és nálunk szerették volna folytatni azt a munkát, amit eddig is végeztek, és el kellett döntenünk, hogy alkalmazzuk őket, vagy pedig kénytelenek vagyunk elengedni, mert hogy a tanoda pályázat még mindig nem lett elbírálva, közel egy fél évig lógott a levegőbe az elbírálás, és folyamatos ígérgetés és hitegetés volt a lezárással kapcsolatban. És hát jött a krak, hogy elutasításra került a tanoda pályázatunk. Nagyon sokan voltak még ilyen helyzetben, nem csak mi, olyan évek óta működő jó tanodák, akik hasonló eredményeket tudtak fölmutatni, mint mi, és nyilván savanyú a szőlő, de olyan tanodát nyertek, akik semmiféle múlttal, csak jövőképpel rendelkeztek. Nagy volt a fölzúdulás, és éppen ezért egy második körös kiírás is tulajdonképpen napvilágot látott. Talán egyetlenek vagyunk, akik a második körbe sem tudunk indulni, mert az egyik sarkalatos feltétel az volt, hogy uniós tanoda előéletnek lennie kell, és hát sajnos mi az előző tanoda pályázaton sem nyertünk uniós támogatást. Korábbi adásunkban már beszámoltunk arról, hogy 30 év után új kazánt állított üzembe a Városgazdálkodási Zárt Körű Részvénytársaság a Hőközpontban, ami bevált és azóta is kiválóan teljesíti a szolgálatot. Szükség is van rá a napokban, hiszen erős mínuszokkal köszöntött be a december. Idén már november végén megérkeztek az éjszakai mínuszok, így a decemberi fagyokat már természetesként fogadjuk. És bárkint hideg van, hiszen napközben sem emelkedik a hőmérséklet 0 fok fölé, az éppen kellő időben a Hőközpontban lecserélt kazán tökéletesen teljesíti feladatát. Jó meleget szolgáltatva ezzel a lakótelepi lakásokba. Valóban, erről többször tudósított a televízió, természetesen határidőre a vállalkozó elvégezte a munkát, üzembe állítottuk az új berendezést, jelen pillanatban is az üzemel, és messze menően beváltotta hozzá a fűzött reményeket, hiszen a elmúlt egy-két nap folyamatos hideg időjárása közepette is teljes biztonsággal a kisebb teljesítményű kazán is tud megfelelő mennyiségű hőt szolgáltatni. A kazán hatásfok meghaladja a 90%-ot, tehát ugye erről beszéltünk, hogy ezek a
kazánok a névleges teljesítmény közelébe terhelve tudnak igazán hatékonyan működni, és itt ezt az állapotot tudjuk előidézni. És hát, hogy az élet milyen, mi sem bizonyítja jobban, hogy mennyire igazunk volt a kazán cserével, hogy abban azokban a hetekben, amikor beüzemeltük, még próbaüzem alatt állt az új kazán, a régi úgy meghibásodott, hogy le kellett állítanunk. Tehát teljesen az életbe bizonyította, hogy szükség volt, mert bizony a 30 évet meghaladó korú kazánokban mindig lehet olyan meghibásodás, ami hosszabb távú idejű leállást okozhat. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy milyen időtartamot tudnak szolgálni ezek a berendezések, illetve most akkor hány esztendővel számolnak újra az új kazánnal? Megfelelő karbantartás mellett, és hát nyilván ezek nehezen kikerülhetőek, hiszen hatósági felügyelet alatt állnak ezek a berendezések. Ha a kazánokat megfelelően karbantartjuk, akkor ezeknek 30 évet meghaladó az élettartamuk. Nos, hát a mendemonda szerint igen hideg telünk lesz, szükség is lesz tehát a jó melegre, legalább otthonainkban. Már a 80-as évek derekán előadást tartott a fiatalok számára az ANTS az AIDS veszélyeiről. A betegség azóta is szedi áldozatait, és nem lehet róla eleget beszélni, mert még mindig gyógyíthatatlan és halálos. Az ezredforduló környékén a felelőtlen szexuális élet és a kábítószer csak tovább rontotta a képet. Legnagyobb veszélyben manapság is a fiatalok vannak, ezért őket kell leginkább tájékoztatni a betegségről. Ennek érdekében december elején a szakemberek városunkban is minden évben vetélkedőt rendeznek a középiskolások számára. Városunkban ismét megrendezték az AIDS vetélkedőt, melyen 6 középiskolás csapat vett részt. A fiatalok idén is számot adtak tudásukról, amit a program keretében a számukra elkészített anyag alapján pontosíthattak, bővíthettek, és remélhetőleg tovább is adnak majd azoknak a társaiknak, akik nem vettek részt a fontos eseményen. Nagyon komoly felkészítő anyagokat szoktak kapni a diákok ezen verseny előtt, amit a munkatársaim állítanak össze. Úgy tapasztaltuk, hogy fölkészültek, úgy tapasztaltuk, hogy komolyan vették ezt a vetélkedőt, és hát nagyon-nagyon fontos vetélkedőről van szó, úgy tudjuk, illetve úgy látjuk, hogy ennek ők tudatában vannak. Az AIDS mai napig gyógyíthatatlan betegség, mely tönkre teheti nem csak a beteg, de egész családja, környezete életét is. Ezért tartják a szakemberek kiemelten fontosnak a megelőzést és a tájékoztatást. Az ember élete egy hármas pillére nyugszik, ami úgy néz ki, hogy egészség, család és munkahely. Ez az a betegség, ami mind a háromra hatással van. Az egészségügynek a részét, az egészségnek a részét nem kell ecsetelni, ugyanis mindannyian tudjuk, hogyha ezt a vírusfertőzést megkapjuk, jelenleg ez ugye gyógyíthatatlan betegségként szerepel. A család, arra gondoltam, hogy egy jól kialakult egzisztenciális, hát úgymond kapcsolatrendszert alapjaiban forgat fel egy ilyen fertőzés. A munkahely pedig arra gondolok, hogy egy munkahelyen, ha megtudják, hogy az ember AIDS beteg vagy, ne adj Isten, még annak az előszobájában tart, tehát HIV hordozó, akkor is megkezdődik az a úgymond kiközösítési folyamat, ami odáig vezet, hogy nagyon kellemetlen emlékek, élményekben lesz része a dolgozónak. Tehát ez a hármas kapcsolatrendszer, egészség, család, munkahely, ez egy olyan reláció, amelyeket mind a hármat alapjaiban forgatja föl egy ilyen fertőzés. Mivel a betegségre nincs gyógyszer, nagyon fontos, hogy el se kapják a fiatalok. Egy szó mint száz, legegyszerűbb a megelőzés, a prevenció. Ha már gyanús, hogy elkapta az illető ezt a betegséget, akkor van egy nagyon komoly lappangási időszaka, ami alatt még sajnos nem mutatható ki a fertőzés. Amikor ez eltelt, utána mindenképpen el kell menni orvosi rendelésre, ahol is vagy egy anonim szűrés keretében, vagy pedig egy szervezett szűrés keretében ez a fertőzöttség kimutatható. Azt nagyon fontos tudni, hogy a fertőzöttség kimutatása, tehát a vírushordozás még nem azonos az AIDS betegséggel, az már egy sokkal komolyabb, sokkal súlyosabb állomása ennek a folyamatnak, ha még csak, és idézőjelben csak, a HIV fertőzöttség igazolható, akkor ma már léteznek olyan gyógymódok, gyógyszerek, amelyeknek az alkalmazásával egészen elfogadható életminőséget lehet biztosítani a páciensnek. 8. alkalommal zártak kiállítással az alkotással töltött évet a Gyógyvízfolt csoport.
A Boldogasszony közösségi házban egy terem mind a négy falát borították a színes, anyagdarabokból összevart alkotások. Idén a különféle nemzetek és azok foltvarró technikái köré csoportosult a téma. Kedves ajándék, egy szív alakú függő várta az érdeklődőket a Boldogasszony közösségi házban. Már hagyomány, hogy decemberben díszbe borul az épület egyik terme. Takarók, falvédők és dísztárgyak színesítik a falakat. Idén már 8. alkalommal csodálhatják meg a hajdúszoboszlói foltvaró csoport munkáit az érdeklődők egy kiállításon, melyet dr. Lipták József római katolikus plébános nyitott meg. Mindig öröm számomra, olyan terembe lépek be, ahol az ember szétnéz, akkor olyan munkákra emeli a tekintetét, amely két kézzel készült el. Ha szétnézünk ebben a teremben és a másik teremben is, akkor azt láthatjuk, hogy sok-sok embernek a munkája az, amely fölékesíti, amely igen-igen színesíti és szebbé teszi a termet. Ezen keresztül az embernek a szemét, lelkét és egész emberségét. Az idei év során az egész világ technikáiban és mintáiban keresték az ihletet az alkotáshoz. Most úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk az embereknek, akik nem ismerik a foltvarrást, bemutatni, hogy hányféle technika van, és kiderítettük, amelyikről lehetett, hogy melyik technika honnan, melyik nemzettől indult. Tehát most egyes kézmunkákon, főleg itt a mögöttem lévő falon, rá van írva például, hogy angol, aztán az illető készítette, vagy van Seminole indián, Mona indián, a keltáktól, Hawaii-ról, tehát sokféle technika van, és ezt a színességet akartuk bemutatni. A foltvarrás lényege a csapat szerint a közös munka, és az, hogy a hobbi minél több embert összefogjon. A különféle csoportok gyakran járnak össze, így nem csoda, ha már évek óta egy falat a vendégcsoportok munkáival díszítenek a kiállításon. Idén a kisúj szállási morgó foltvarrókör kapott meghívást. Átlag olyan 10 fővel dolgozunk, ez plusz-minusz. Az alapítók közül talán 3-4-en vagyunk már. A Művelődés és Ifjúsági Központ ad nekünk otthont. Azért morgó foltvarrókör a nevünk, mert a morgó csárdából kialakított kiállító teremben volt az első éveket ott töltöttük el, és így nem azért, mert morgunk, hanem azért, mert innen van a nevünk igazából. Néha szoktunk azért maradni, és azt azért elsősorban közösségformáló ereje, ami minket megfog ennek a dolognak. Szívesen vagyunk együtt, szívesen megyünk más helyekre, mint ahogy ide is nagy szeretettel jöttünk és fogadtuk el a meghívást. A szoboszlói csapattal régi a jó viszonyuk. Innen hiányozhattak a kisújszállási csoport által szervezett nagy közös varrásról sem. Tavalyi évben 13 településről voltak a környékből, az idén meg már 23 településről voltunk körülbelül 100-an a közös varrásunkon, úgyhogy egy kis hálózatépítés is folyik nálunk. A kiállításra hozott legkülönlegesebb alkotásuk közös munka, melyet több részletből egy éven át készítettek. Tőlünk elsősorban blokkmunkákat, itt a háttérben, ami ki van téve. Van egy 365 napos kihívás, egy világkihívás, abból készítettünk blokkokat, én varrom ezt a kihívást. Január 1-e óta megy ez a kihívás, minden nap küldenek egy blokkmintát, és akkor azt kell levarni, és akkor év végén egy 270x270-es takaró fog összeállni ebből. Minden nap más mintát varunk, és akkor a foltvarró társak is ebből vartak egy-két blokkot, és akkor ezt állítottuk össze, ott középen található. Ez egy közös munka. A hajdúszoboszlói és a kisújszállási foltvarró csoportok közös kiállítását még december 11-ig lehet megtekinteni a Boldogasszony közösségi házban. Számtalan variáció létezik ma már arra, hogyan öltöztessük otthonunkat karácsonyi díszbe. Bár a boltokban lehet kapni mindenféle kiegészítőt, a saját kezűleg készült díszek mindegyiknél többet érnek, mert különlegesek és szeretettel készülnek. Ügyeskezű gyerekek és édesanyjuk, családok érkeztek szombat délelőtt a kulturális központba, azért, hogy megismerkedjenek az angyalkészítés folyamatával.
Lelkes résztvevők, felkészült vezető, az adventi készülődés hangulata és még valami. A gondosan előkészített alapanyag. Tulajdonképpen most ismerik az emberek a szalmát, de nem tudják, hogy egy ilyen egyszerű anyagból milyen nagyszerű dolgokat lehet készíteni. A másik az, hogy nehéz ehhez az alapanyaghoz hozzájutni. Nyáron csak egyetlen egyszer lehet aratni, és ezt ugye el kell rakni télire is ilyenkor. Beáztatjuk a szalmát, és vizesen nem törik el, és akkor így tudunk belőle készíteni ilyen szép tárgyat. Jó hangulatban telő órák, sok mosolygással. Ezeknek a foglalkozásoknak összetartó ereje van. Nem csak a hagyományokat, hanem ugye az együvé tartozás, mint régen, ahogy kalákában együtt leültek, és közösen együvé tartoztak, és közösen egymás segítésével, mint ahogy itt is láttuk azt, hogy a felnőtt segít a kisebbet, vagy aki már túl van egy lépésen, akkor az segíti a lemaradókat. Tehát ez a egymás segítés a közösségbe tartozást is nagyon, nagyon nagy mértékben elősegíti. Herpácsiné, Mester Marianna 20 éve foglalkozik szalmafonással. Én nagyon véletlen folytán kerültem kapcsolatba ezzel az anyaggal. Napközis nevelőként dolgoztam Debrecenben a Csapokert iskolában, és a művelődési házban, ott a szomszéd művelődési házban szalmafonó tanfolyamot hirdettek, és ugye mint kötelezően minden napközisnek menni kellett ide. Hát annyit addig tudtam, hogy van szalmakalap, és semmi más, és hát úgy gondoltam, hogy legfeljebb lesz egy szalmakalapom. Hát mindent csináltunk, csak szalmakalapot, nem? Felhasználása tehát sokféle lehet. Ez alkalommal az angyalka teli találatnak bizonyult. A gyerekek buzgón forgatták kezükben a szálakat, a forma pedig hamar kezdett alakot ölteni. Ahogyan néztem a tüsténkedő kezeket, elmosolyodtam. Elképzeltem, ahogyan otthon büszkén mutatják majd, mit készítettek, mert ez valahogy más. Aki szereti a természetes anyagot, szeret alkotni, van egy kis kreativitása, kitartása, azokat az embereket nagyon-nagyon érdeklődőek, és a másik az, hogy még az érdeklődés mellett, hanem én úgy gondolom, hogy a lelkükben is ezek az emberek valahogy finomabbak, vagy egymással türelmesebbek, megértőbbek. Mert nagyban befolyásolja azt, hogy türelem kell ehhez a munkához. Nem a bolti tömegcucc, ebben benne van a saját érzés, a törekvés, hogy az én kezeim által minél szebb legyen, és egyedi, mert hogy nincs két egyforma. Én hoztam az ötletet, de két angyalka sem készült egyformára. Ki a haját vágja rövidebbre, hosszabbra, vagy a glóriája másképpen néz ki, de lehetne fokozni, hogy kezet fonunk neki, és az ilyen fonással olyannal, tehát egyetlen egy tárgy is, ami csak azt mondjuk hasonló, tehát ugyanolyat nem is lehet. Sok szép darab készült el alig fél óra alatt, amelyek mindegyik háztartásban külön ékességek lesznek. Fellobbant a második adventi gyertyaláng a koszorún. A december 4-i műsorban versek, szavalatok, furulya dallamok csendültek fel, ezzel is emelkedetté téve az ünnepi hangulatot. A kulturális központban Márióval műsorkezdés előtt gyülekeztek az emberek. Az asztalokon különféle nyakláncok, ékszerek, ajándékötletek közül válogathattak, amíg el nem érkezett az idő arra, hogy a város adventi koszorújának újabb gyertyája is megkapja ünnepi lángját. A mai este és az egész adventi időszak homályában, sötétségében ott áll a mi nagy prófétánk, Izaiás próféta, és keresztelő Szent János mellett, ami így édesanyánk, a boldogságos Szűz Mária alakja, személye, egyénisége. Ebből a homályból, ebből a Krisztusvárás ködéből felénk ragyog az ő alakja. És ez a ragyogás hirdeti, hogy milyen volt az ősi, az Isten kezéből kikerült, a kegyelemtől fénylő ember, és milyen az elesett, a saját maga akaratára hagyott bűnös ember. A Szent Szűz volt Krisztus után a mindenható Isten első gondolata, hiszen a gyermek Jézus nagy hivatásához illően erőben, szépségben, az Isten anyát megillető nagy mennyei fényben lett megalkotva. A Szentírás csak ennyit mond róla. Ez az asszony olyan nagy, oly mély, oly fönséges és kegyelemmel teljes, hogy anyává lehetett. Isten anya
aki az igét vágyódó és ünneplő lélekkel fogadta. Mert aki az Istent magába fogadja, és hordozza a 9 hónapig szíve alatt, annak a lelki nagyság és a lelki mélység isteni igényeit kell megvalósítania. Hiába az egyre csípősebb hideg, az alacsony hőmérséklet nem érződött a koszorú körül. A karácsonyi fényekbe öltözött városban, mintha lelassult volna az élet, minden figyelem a 4 gyertyára összpontosult. Legfőképp arra, amelyik az ünnepség keretén belül kapta meg lángját, jelezvén eljött advent 2. vasárnapja. Az ünnepi műsorban középiskolások álltak mikrofon mögé. Mindig útba ejtem a nagyszüleimet, ha hazalátogatok a családomhoz. Ha váratlanul toppanok be, magamra vessek, mert akkor zárt ajtó fogad. Kereshetem buzgón a kulcsomat. A legtöbbször azonban tudják, hogy megyek, ezért nyitott kaput találok. Már messziről látom ezt, hiszen a nagykapu mindkét szárnya szélesre tárva hirdeti, itt valakit nagyon várnak. Olyankor mindig átforrósítja a szívemet valami különös érzés, és mosolyogva lépek be a házba, mert nagyon jó így megérkezni. Legutóbbi látogatásom után egyszer csak azon kaptam magam, hogy miközben ezen tűnődöm, egyik kedves énekemet dúdolgatom. Jár, tárjunk ajtót még ma mind. A legnagyobb király van itt, kit úrnak vall a föld s az ég, de mint megváltó jön közénk, hogy hozzon békét, életet. Hát igen, az egyházi esztendő mostani szakasza valami hasonló élményt kínál, mint amire a nagyszüleim nagykapuja tanított. Az adventi napok múlása azt jelzi, hogy egyre közelebb a karácsony, azaz az Úr Jézus jön, itt az ideje szélesre tárni életünkben a kapukat. Számíthatunk érkezésére, közeledésére, s a vele érkező ünnep mély üzenetére. Ezért, ha eddig nem tettük, most már sürgősen neki kellene látnunk a lelki előkészületekhez, hogy kitárt szívvel fogadhassuk az érkezőt. A szavalatok, versek, a furulya szó karácsonyi dallamai nem csak az ünnepség helyszínét lengték be, körüljárták az egész várost, belengték a települést, éreztetve közeledik karácsony. Romantikus melódiák tiszta szívvel, szeretettel címmel adott adventi koncertet Nagy József és Palásti Máté. A zongora és a gitárdallamok a gyertyagyújtást követően még tovább fokozták az emberekben az ünnepi hangulatot. Zongora és gitár. 2 hangszer, amelynek hangjai egyébként is szépen szólnak, advent közelettével pedig különösen csengenek. Az ünnepi hangulat még csillogóbbá varázsolja a hangszerekből előcsalogatott dallamokat. Ebben az élményben lehetett részük közvetlenül a 2. gyertya meggyújtását követően az érdeklődőknek, december 4-én a Kulturális Központban. A koncert első felében Nagy József fog zongorán játszani, ő klasszikus darabokat fog előadni. A 2. felében én is játszom, én inkább ilyen mediterrán stílusú dallamokat. Brazil zenék, flamenco, keverve a jazzzel. Én ilyesmiket játszok, és a végén pedig együtt fogunk majd játszani. Kiskorban sokan kezdenek zenélni. Előfordul, hogy idővel többen is megszakítják, vagy végleg befejezik ez irányú tanulmányaikat. Palásti Máté életében is hamar jöttek az első zenei hangok. Családi indítatása fordult a zene felé. Igazából édesanyám beiratott zeneiskolába, 6 éves koromtól zenével foglalkozom. Hegedűn tanultam, aztán az nem tetszett, úgyhogy gitárt választottam. Azóta volt szerencsém a gitárral nagyon sok sikerélményben részesülnöm. A Schneidberger Zenei Tehetségközpontban kezdtem el a gitárt úgy komolyabban tanulni. Ott találkoztunk egyébként Józsival is. Miután kikerültem onnan, utána már csak magamtól az internetről tanultam, gyakoroltam otthon. Mint mondja, az egésznek a titka a gyakorlás. A fiúk az est folyamán romantikus melódiákat prezentáltak a közönségnek. A repertoár összeállítása könnyedén ment.
ahogyan a közös munka is, hiszen régóta jó barátok. Lényegében én is a klasszikus zenén belül a romantikus műfajt szeretem, ugye Chopin Liszt, és akkor a Máté ugye meg egy spanyol, ugye hát az is ismert a romantikáról, így nem volt nehéz kiválasztani ezt a dolgot, hogy most akkor romantika lesz az esnek a tárgya. Van olyan, amikor az elköteleződés, a szeretet később jön elő az emberben. Nekem először édesapám meg édesanyám akarta, hogy zenével foglalkoztam, vagy foglalkozzak, engem ez annyira nem érdekelt. Aztán a rádiót kapcsolgattam, és hallottam egy darabot, a Chopin Gémó balladáját, és akkor gondoltam, hogy miért ne, akkor menjünk el a zeneiskolába, és akkor megtanulom a zongorát. Hol tanultál még zenélni, vagy más hangszeren esetleg játszol-e? Hobbi szinten játszom gitáron így magamtól. Zenélni pedig tanultam. Hát én először a Debreceni Különleges Tehetségek Osztályára, a fiúiskolára jártam. Utána a Kodály Zoltán szakközépiskolába, akkor fent Pesten a Suki Andrásnál. Ugye Mátéval találkoztunk a Snyebege Zenei Tehetségközpontban, szóval jó pár helyen megfordultam. Nem tudom megsatszolni, látva és hallva őket, hány átgyakorlott óra áll a fiúk mögött. A szoboszlói közönséget elkápráztatták játékukkal, a világ különböző tájaira kalauzolták el az embereket. A srácok céltudatosan néznek a jövőbe, mindketten koncertezni szeretnének, valamint turnézni. Eddigi életútjukat, karrierüket tekintve nem kétséges, hogy még rengetegszer fognak közönség előtt játszani. Hírhozónk végén jöjjenek a sporthírek. A múlt héten beszámoltunk a Hügyes Bajnokság fiú kosárlabda eredményeiről, ezen a héten a lányokké lesz a főszerep. A nagy sikerű kezdeményezésről Jámbor Tamás igazgató helyettes mesél. Idén első alkalommal megrendeztük a fiúk és lányok részére és 7. és 8. tanulóknak a kosárlabda bajnokságot, amelyet szeretnénk a diákokat nem csak a tanulás, hanem a sport irányába is terelgetni egy kicsit. Biztos volt valami hátsó szándék is ebben? Hát igazából az lett volna, hogy a helyi, illetve a járási iskolákban magát a Hügyesanyag gimnáziumot kicsit népszerűsítsük, és a gimnázium falai közé be tudjuk őket vonzani. Ez úgy látom nagyon jól sikerült, mert lelkesen jöttek, és a lányok már egy csapattal többen is voltak. 5 iskola volt a fiúknál, a lányoknál 6. Hát bízunk benne, hogy az évről évre egyre népszerűbb és sikeresebb lesz, és egyre több diákot tudunk vendégül látni majd. Két helyszínen ment a mérkőzés, és a kis tornateremben valahogy úgy tűnt, hogy sokkal jobb volt a hangulat. Hát igen, ott nyilván az, hogy maga a terem is kisebb, ott a zaj és a lelkesedés jobban megmaradt. Ott több szurkoló is volt néha, itt a sportházban, meg néha ez a kevesebb, lelkesebb tömeg el is veszett sajnos. De mindenképpen jó hangulatú mérkőzések voltak, én azt gondolom. A gimi lelkesen készült a bajnokságra. Érmekkel, hűsítőkkel, és az első helyezett csapat még kupát is kapott. Nagyon jó volt, nehezek voltak a meccsek, szóval jó volt. Szerintem kiosztuk magunkból a legjobbat. Igen, mutasd fel, hogy kihoztátok magatokból a maximumot. Ti otthon sokat kosaraztok? Persze. Hetente egyszer van edzésünk, de rengeteget kosarazunk. Tehát akkor ti egy csapat vagytok? Igen. Ha azért a többiek nem biztos, hogy ennyit játszanak, látszott rajtuk? Hát a göncisek azok jók voltak, szerintem ők voltak a legjobbak, de szerintem ők is játszanak elég sokat. Kire emlékeztek még, aki úgy jó volt? A Tököli? Tököli az is nagyon jó volt. Ja, a Tököli. Persze a többiek is jók voltak, csak vészesen kevés a lehetőség, hogy pályára álljanak. A giminek például elméletileg fizetnie kellett volna azért, hogy erre az alkalomra bemehessenek a sportházba. Ha nincs hely, nincs edzés, gyakorlás, és ha így állnak ki a csapatok, nagy a sérülés veszély. Több testnevelő aggódott is emiatt. De ne szomorkodjunk, inkább nézzük, hogy érezte magát a győztes csapat, akik otthon sokat kosarazhatnak. Nagyon szuper volt, én örülök, hogy itt lehettünk, és a csapatom is. Büszke vagyok ránk. Igen, természetes, hogy Jebes a legjobb. Yeah!
Városunk Katortököli Imre két tanítási nyelvű általános iskola képviseli majd a járási játékos vetélkedőn, miután a tökölisek megnyerték a városi döntőt, és fél ponttal lemaradva a másodikok lettek november 23-án a megyei fordulón. December 11-én kerül megrendezésre 7 megye részvételével az 5. Aquagenerál szabadfogású birkózó verseny. A rendezők szeretettel várnak minden sportszerető érdeklődőt a sportházba. És még mindig ajánló. December 18-án délután kerül sor a Bíbor Horse Lovas Iskola és a Porszem Lovas Egyesület közös karácsonyi ünnepségére és a szokásos téli lovas felvonulásra. A menet a Hősök teréről indulva körülbelül 16 óra magasságában ér a művelődési központhoz, ahol dallal, tánccal köszöntik a résztvevőket. Jövő heti sporthíradónkban különböző labdajátékokkal várjuk Önöket. Viszontlátásra! Készült Szombathelyen, Szent Márton szülővárosában. Gyógyuljon és pihenjen a gyönyörűen felújított hajdúszoboszlói gyógyfürdőben, ahol jól ismert gyógyfürdőkezelések mellett új típusú kapinos széndioxid kezelőhelyek is várják a gyógyulni vágyókat. A gyógykezeléseket és a fürdőbelépőt kedvezményes csomagáron vehetik igénybe az érvényes biztosítási kártyával rendelkező betegek. Panaszaikkal keressék fel reumatológiai szakrendelésünket. Hungaroszpá Hajdúszoboszló, a reumások mekkája. Köszöntöm magazin műsorunk nézőit! Múlt heti adásunkban Ceglédi Gyulával, a Hajdúszoboszlói Hungaroszpa ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk rangos kitüntetéséről és a legaktuálisabb kérdésekről. Ma a Fürdőszövetség közgyűlésén megbeszélt témakörök részleteibe tekintünk be a szakember segítségével. Más témakörben is tartott vezérigazgató úr előadást ezen a SPA konferencián. Itt mik voltak azok a kérdéskörök, témakörök, amelyeket megtárgyaltak, vagy amelyekre válaszolni kellett? Igen, Magyarországot az a megtiszteltetés érte ez év november 7-én, hogy Budapesten tartotta az Európai Fürdőszövetség az elnökségi ülését.
Ez egy nagyon fontos rendezvény volt, sok aktuális dologról esett szó, ami az európai fürdőket érinti. Itt az európai fürdőknek a egyáltalán a gazdasági pozíciója, pozicionálása, a technológiai kérdések, a víztisztasággal kapcsolatos kérdések merültek föl. Nagyon sok témával foglalkozott ez az elnökségi ülés, és hát nyilvánvalóan többek között azzal is, hogy Magyarország milyen tagja ennek az Európai Fürdőszövetségi Közösségnek. Ugye korábban hosszú éveken, vagy több éven keresztül komoly anyagi nehézségei voltak szövetségünknek, hiszen elég drága itt a tagsági díj ebben az Európai Szövetségben, és hát a szövetségünk nem egy túl gazdag szövetség, ezért állami segítségre szorultunk, de az utóbbi években már azt tudom mondani, hogy a turisztikai kormányzat vállalja a mi tagdíjunkat ebben az Európai Szövetségben, így tulajdonképpen nem jelent ez anyagi terhet a Magyar Fürdőszövetség számára. Mégis a tartalmi dolgokhoz visszatérve, hiszen ezek nagyon fontosak, hogy Magyarország aktív szereplője legyen. Az állandó képviseletünket Mezősi Csilla látja el, aki egyébként főállásban a turisztikai ügynökség németországi külképviseletének a vezetője, aki minden rendezvényen jelen van. Erre a budapesti elnökségi ülésre engem is meghívtak egy prezentációt tartani a magyarországi fürdőkről. Ennek keretében igyekeztem elég széles körben felvillantani azokat a jellemzőket, tényezőket, amelyek a magyarországi fürdőket jellemzik. Itt részben azokat, hogy kik tartoznak a top 10-be, kik azok a legnagyobbak, és milyen paraméterekkel, milyen vendégészakákat tudnak produkálni ezek a magyarországi fürdők. Azért ez mindenképpen fontos turisztikai megközelítés. És aztán egy kicsit rávilágítottam itt a keleti végekre is, hiszen valljuk be őszintén, hogy azért ez a Budapest-Balaton hévíz tengely, ez azért a figyelmet nagyon elviszi nemzetközi szinten is, és ugye ebben a vonatkozásban hévíznek az ismertsége összehasonlíthatatlanul erősebb a Hajdúszoboszlóéval szemben. Ugye ott egy kicsit tornáztak a résztvevők, hogy egyáltalán ki tudják mondani, hogy honnan is érkeztem én, ugye Hajdúszoboszlóról. De aztán kellő türelemmel tanítgattuk ott az ott lévő munkatársaimmal a résztvevő elnökségi tagokat, és aztán néhány képben felvillantottam, hogy milyen csodálatos fürdőkomplexumot képviselünk mi itt a keleti végeken, és hogy Magyarországnak itt a Nagyalföldjén, vagy a pusztájában, mert ugye nemzetközileg inkább talán így ismerik jobban, hogy hány nagyon szép és modern fürdő és gyógyfürdő található. Egy térképen felvetítettem, hogy tulajdonképpen Magyarország fürdőjének a kétharmada és a szövetségünk tagjainak is a kétharmada innen az alföldi térségből van, hiszen a Dunántúlon is vannak, de hát sokkal ritkábban vannak ott fürdők és gyógyfürdők. Nos, ez volt az egyik, egyáltalán, hogy képbe kerüljenek, hogy azért itt a keleti végeken is van élet, és nem csak Budapesttől délnyugatra. Ezen túlmenően a magyarországi fürdő gazdasági helyzetéről is néhány szót ejtettem. Ugye nagyon magas a magyarországi fürdők látogatottsága, és amikor arra került sor, hogy azt tudtam bemutatni hivatalos KSH adatokra alapozva, hogy Magyarországon egy átlagos fürdőbelépőnek az ára 3 euró, ami persze nagyon nagy szórásban, mert ugye a 2 eurótól akár a 20 euróig is terjedhet, de hát ugye a statisztika az átlagokat hozza, és ebből 27% áfát fizetünk, azért azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki megdöbbent, hogy egyáltalán ilyen gazdasági környezetben, ilyen körülmények között hogyan is lehet fürdőt gazdaságosan működtetni. Azért erre mindenképpen felfigyelt a nemzetközi közvélemény, és ha itt bekapcsoljuk azt, hogy ugyan többen ugye kifogásolták akár európai szinten is, hogy a szép kártya egyfajta protekcionista előnyt ad a hazai belföldi turizmusnak, talán egy kicsit
színesíti ezt a képet, vagy jobban megítélhetővé teszi, hogy milyen körülmények között működnek a magyarországi fürdők, és ehhez képest, ha van egy kis kedvezményes juttatás, ugye adózás szempontjából a szép kártya, az ugye csak egy pici enyhítés az alaphelyzeten. Nos, ezek a kérdések alapvetően terítékre kerültek, és hát mindenképpen ott is kihangsúlyozásra került, hogy nagyon fontos, hogy kedvezményes áfa besorolást kaphassanak a magyarországi fürdőszolgáltatók, hiszen Európában ez a jellemző, hogy kedvezményes áfa besorolásba kerülnek. Egyébként az uniós irányelvek is ezt lehetővé teszik, tehát nem kell külön engedélyeztetni. Ezen kívül jelentős mértékben érdeklődtek még a víztisztítási technológiák iránt, ugye, hogy milyen vegyszereket használunk, mennyi vegyszert használunk. Itt azért külön kiemeltem, hogy itt Hajdúszoboszlón szintén az élen járunk abban, hogy az UV technológia meghonosításával jelentős mértékben, mint egy kétharmadával csökkenteni tudtuk a vegyszer felhasználást, és ugye ez egy sokkal humánusabb, emberbarátabb vizes közeget tudunk biztosítani a fürdőzők számára. Ezek mindenképpen jelentős, akár európai értelemben is figyelemre tartottak számot, és elismeréssel szóltak a magyarországi fürdők ez irányú ténykedéséről is. Az áfára visszatérve egy kérdésig, csak hogy minden néző képbe kerüljön. Tehát a környező országokban mi ez a kedvezményes áfa? Tehát mivel számolnak a környező országok fürdői? Mekkora áfával? 18-20% között van, tehát nagyjából annyi, mint ami Magyarországon is, mert ugye Magyarországon 18%-os a kedvezményes áfa besorolás. Ma a szálláshelyek ebben a kategóriában vannak, jövőre ugyanebbe fog bekerülni már a vendéglátás is, és 2018-ra pedig előígéret van arra, hogy a vendéglátás, egyelőre csak a vendéglátás számára, hogy ők még egy kedvezményesebb, akár egy ilyen 5-6%-os kategóriába kerülhetnek. Erre van az a válasz, aminek nagyon örültünk a Lázár miniszter úr válaszának, mely szerint ezeket a turisztikai kategóriákat, szektorokat azonos megítélés alá kellene venni, tehát legyen a szálláshely, vendéglátás, vagy a turisztikai attrakció, ami nagy hozzáadott értékű, ezek mind-mind azonos kedvezményes besorolásúak lehessenek. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos megközelítés, és hát reméljük, hogy ez realizálódik is, hiszen a környező országokhoz képest most nagyon nagy hátrányban van a magyarországi turizmus az áfa fizetés szempontjából, hiszen a fürdőszolgáltatások 27%-kal áfáznak, ami teljességgel érthetetlen, és mindenféle szakmaiságot mellőz, tehát szükséges, hogy ezen a területen változás történjen. Volt olyan időszak, amikor egy besorolás alá tartozott a különböző turisztikai, turizmussal foglalkozó körök? Igen, 2006-ig igen, és aztán utána ez megváltozott. Akkor egy tolvonással, ugye akkor már egyre rosszabb volt a gazdaság, sok probléma mutatkozott, és akkor hirtelen ugye mindenki az általános áfa besorolása alá került, ami akkor még csak 20% lett, de utána lett belőle 27. Tehát ugye ez az általános nagyon fölment, és aztán a szálláshelyek valahogy mégiscsak kilobbizták, így kell fogalmazni, hogy ők visszakerülhettek a kedvezményes besorolásba, de a többiek ott maradtak a 27%-ba, ami megmagyarázhatatlan különbségtétel, és azt gondoljuk, hogy ezt valahol helyre kell tenni. Nem csak erkölcsileg, hanem ennek megalapozott szakmai, gazdasági oka van. Reméljük, hogy ez ilyen rátermett és nagy múltal rendelkező szakemberek elérik ezen a területen is a céljukat. Köszönjük szépen! Reménykedünk, köszönöm szépen én is! Hosszú évek gyakorlata, tapasztalata, alapos szakmai ismeret. Ez jellemzi Nyéki Istvánt, a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zárt Körű Részvénytársaság vezérigazgatóját, aki ebben az évben első alkalommal pályázta meg és el is nyerte az év település szolgáltatója díjat. Irodájában kerestük fel a Városgazdálkodási ZRT vezérigazgatóját, Nyéki Istvánt, aki ebben az évben első alkalommal megpályázta az év település szolgáltatója díjat. A több esztendő szakmai múltnak, gyakorlatnak köszönhetően még igazán maga sem csodálkozott, hogy el is nyerte a címet. De mindenről halljuk magát, a vezérigazgató urat. Évvégéhez közeledve mindenki egy kicsit számot vett, hogy hogyan sikerült ez az év. Ez alkalommal Nyéki István vezérigazgató úrral beszélgetünk.
hiszen egy nagyon szép emléklapot kapott. Mi is ez pontosan, én nem szeretnék pontatlanul fogalmazni. Valóban az elmúlt héten a Magyar Közszolgáltatók Egyesületének éves közgyűlésén adták át az év település szolgáltatója díjat, és az idén ez a szakmai grémium engem talált méltónak arra, hogy ezzel a díjjal jutalmazzon. Mit kellett ehhez a díjhoz bemutatni, levezetni, hiszen említette, hogy pályázni kellett rá, mit kellett ebben végigvezetni? Valóban ez a szakmai egyesület ennek a díjnak az elnyerésére minden évben pályázatot ír ki. Gondoltam, az idén megpályázom ezt a díjat. Gyakorlatilag elég szigorú szabályok közé van szorítva a pályázat tartalmi és formai része is. Nyilván a pályázónak az általános bemutatkozáson túl elsősorban a szakmai életútját kell bemutatni, azokat a tevékenységeket, amelyeket mint településüzemeltető, közszolgáltatás nyújtó cég vezetőjeként elvégzett. Így aztán én is ezekről írtam, hiszen most már több mint 15 éve foglalkozom a közszolgáltatással, vagy vezetek közszolgáltatásokat végző cégeket, és a pályázatomat alkalmasan találták arra, hogy a díjat az idén én kapjam. Ennyi után, hogy most gondolta úgy, hogy beadja a pályázatot, és számított-e arra, hogy meg is nyerheti? Hát nyilván azért pályáztam, mert gondoltam, hogy talán ennyi év szakmai munka, azok az eredmények, amelyeket nyilván nem egyedül, hanem a kollégáimmal, a mindenkor általam vezetett cég dolgozóival együtt elértünk, azok alkalmassá tesznek arra, hogy egy ilyen díjat megkapjak. Hogy eddig miért nem pályáztam, hát egyrészt azért kell ehhez egy időtáv, tehát azért talán az túlzás lenne, ha az ember néhány év szakmai múlttal a háta mögött úgy gondolná, hogy az adott évben mondjuk egy ekkora közösségben, hiszen ez az egyesület az egész ország területén működő szolgáltatók jó részét tömöríti. Túlzás lenne azt mondani néhány év tapasztalat után már, hogy én vagyok itt ebben az országban az egyik legjobb, vagy egy kitüntetésre méltó munkát végzek. Másrészt általában sem nagyon szeretem előtérbe tolni magam. Tehát én úgy vagyok vele, hogy végezzük a munkánkat, erre szerződtünk, hogy úgy mondjam, különösebben nincs ezzel mit dicsekedni, de aztán most úgy gondoltam, hogy abban sincs semmi kivetni való, ha az a munka, amit elvégzünk, az talán példa lehet mások előtt is, hogyha ezt megmutatjuk. Gratulálunk ehhez az elismeréshez. Köszönöm szépen. És hát egy kicsit nézzük már át az évet, hogy hogyan telt ez a 2016-os esztendő, milyen változások voltak itt a város életében, ebben a tekintetben, és hát hogyan zajlottak a változások, kisebb-nagyobb sikerrel, vagy voltak azért, amiben esetleg ön nem értett egyet? Hát a munkánk tulajdonképpen évről évre egy bizonyos rendszerint ismétlődik, hiszen általában ugyanazokat a elsősorban közszolgáltatási feladatokat végezzük, de azért az idei év az talán rendkívüli, vagy eltér a szokásostól, hiszen a tavasszal megfogalmazott jogszabályváltozások, elfogadott jogszabályváltozások, amelyek a hulladékszolgáltatási közszolgáltatást érintik, azok jelentősen megváltoztatták az életünket. A televízióban is többször beszéltünk már erről, az egyéb médiákban is többször nyilvánosságot kapott már, hogy létrehoztak egy olyan központi koordináló szervezetet, amely gyakorlatilag beékelődik a szolgáltatást ténylegesen végző közszolgáltatók és a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók vagy ügyfelek közé, és ez a szervezet végzi ezen túl a szolgáltatás díjának számlázását, díjbeszedését és az esetleges kintlévőségek kezelését. Persze a munkájuknak ez a része az, amely a lakosságot érinti. Az ő tevékenységüknek van egy másik része is, amely a szolgáltatókat, az egész országban folyó hulladékgazdálkodást érinti, ennek a teljes átszervezése folyik tulajdonképpen. Ez a jogszabály áprilistól lépett életbe, ennek mindannyian beleértem a lakosságot is, és a szolgáltatókat is érzékeltük a kezdeti, mondjuk így, nehézségeit. Talán most már valamelyest
kiegyenesedni látszik a rendszer, de a másik oldala ennek, ami a szolgáltatás teljes átszervezését, a szolgáltatási területek gazdaságos méret kialakítását, a közelség elvének érvényesítését, a hulladékok minél nagyobb arányú lerakástól való eltérítését, a más módon már semmiképpen nem használható hulladékok lerakását vagy égetését jelentik, és természetesen a hasznosítható hulladékok vagy anyagában vagy egyéb módon történő hasznosítását. Ezek a folyamatok jelenleg is folynak, és még jövő évben is, és még talán a következő években is folynak. Ez bizony még hozhat ránk nézve olyan következményeket, amelyeknek előre még megjósolni sem tudjuk a kimenetelét, de én bízom abban, és ez irányba folytatunk párbeszédeket, hogy a szolgáltatás továbbra is a cégünk tudja végezni, és a jelenlegi színvonal semmiképpen nem fog csökkenni. Az, hogy ezeknek az ára milyen lesz, az már nyilván nem rajtunk múlik, hiszen a szolgáltatás díját azt nem mi határozzuk meg. Ez volt az, ami az évben a leginkább gyakorlatilag áthatotta mindennapi tevékenységünket, de természetesen ettől függetlenül végeznünk kellett azokat a munkákat is, amelyek a feladataink közé tartoznak, beleértve ebbe a közterületek fenntartásától egészen a piacok, parkolók üzemeltetésén keresztül a temető működtetéséig sok mindent, és persze egy csomó olyan dolgot, amivel az önkormányzat vagy rendszeresen, vagy alkalmanként megbízott bennünket. Az évet összességében értékelve azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt olyan feladat, amit nem tudtunk megoldani. Én úgy érzem, hogy az elvégzett feladatok minősége is megfelel az elvárhatónak és a lehetőségeinknek, mert azért ezek jó, ha összhangban vannak mindig. És azt gondolom, hogy a cég folyamatos működése, likviditása, stabilitása továbbra sem került veszélybe, akkor sem, hogyha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körüli anomáliák mondjuk megnehezítik a mindennapjainkat. Van esetleg valami olyan dolog, amit 2017-ben újdonságként fog szolgálni, vagy abszolút minden megy a végi mederben? Jelenleg én nem látok olyan dolgot, ami az eddigi feladataink közül elmaradna, vagy lényegesen változna meg, és jelen pillanatban nem is látok olyan feladatot, amelyet az önkormányzat ránk akarna hárítani, mint elvégzendő feladatot, és ezt eddig nem végeztük. Én azt gondolom, hogy az eddigi feladatainkat kell megfelelő színvonalon és közmegelégedésre elvégezni. A város lakossága minden évszakban nyomon követheti, hogy milyen nagyságrendű munkát végez a Városgazdálkodási ZRT, hiszen tavasszal kivirágzik a város, télen pedig ünnepi pompába öltözik. De mindig tiszta, rendezett városkép fogadja a hajdúszoboszlóiakat és a turistákat egyaránt. A Vöröskereszttel együttműködve színházi előadással egybekötött programokkal teli Mikulás napot tartott a Kulturális Központ. A nehéz helyzetben élő családok gyermekei mosolyogva élményeiket egymásnak mesélve tértek haza az ünnepségről. A Mikulás természetesen a Kulturális Központot is meglátogatta. Nem csak neki, hanem a háznak is forgalmas, izgalmas és eseménydús volt december 6-a. A mai Mikulás váró napon vendégünk volt egész nap a Mikulás. Ilyen házi kis ünnepség keretében meglátogatta a gyermekkönyvtárba látogató gyerekeket, a házba betérő vendégeknek, gyerekeknek úgymond szaloncukrot osztogatott, verseltette őket, és nagyon-nagyon jól érezték a gyerekek magukat. A délután folyamán pedig, úgy mint az elmúlt években már többször, egy ingyenes gyermek műsorral várjuk a gyerekeket. Éhesek vagyok? Á, de hogy? Nem vagyunk éhesek, de az egy barátstor iszna! Ebből az éhelet sosem fogy. Ebbe a műsorszámba mi is beletekintettünk. Természetesen foglalkoztatott engem a színpadra teremtett világ, de ami most jobban lekötött, az a gyerekek arca volt.
tátott szájjal, csillogó szemekkel figyelték a játékot, amely interaktív és vicces, szórakoztató volt. A Vöröskereszt pedig meghívót küld azoknak a gyerekeknek, akiknek ők ajándékcsomagot állítottak össze. Ez így van a mai napon is. Hagyománya volt itt Hajdúszoboszlón több mint 10 éven keresztül, hogy a Művelődési Központ és a Vöröskereszt területi szervezete gyermekkarácsonyt együtt rendezett. Most is szerettünk volna erre forrást, anyagi támogatást teremteni, és az önkormányzat jóvoltából meg is valósulhatott újra ez a rendezvény. Előzetes felmérés után nagy körültekintéssel állították össze az ajándékcsomagok tartalmát. Általában egy család egy csomagot kap, tehát nem gyermekenként, hanem családok kapnak. Társasjátékból, szaloncukorból áll a csomag, meg sikerült egy kis plüssjátékot és bögrét is belevarázsolnunk. Nem hiába mondják, hogy a Mikulás ünnepség nincs korhoz kötve. Kicsinek, felnőttnek egyaránt nagy élmény a rendezvény. A műsorok mindig fantasztikusak, amit a Művelődési Központ biztosít számunkra. A kulturális központ életében nem az idei az első Mikulás ünnepség. Ez a történet sok évre nyúlik vissza. Több mint egy évtizede, így karácsony és Mikulás közelettével mi együtt a Vöröskereszttel igyekszünk olyan programokkal kedveskedni az ide látogató gyerekeknek, amely azt hiszük, hogy azt gondoljuk, hogy maradandó élményt és örömet tudunk vele szerezni. Efelől semmi kétség. A gyerekek sok élménnyel, szép emlékekkel és ajándékokkal tértek haza. A kulturális központ tele van programokkal. Advent idején nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is kedveskedünk különböző rendezvényekkel, programokkal, színházi előadásokkal, hangversenyekkel. Próbáljuk a felkészülési időt, a ráhangolódást az ünnepekre kulturális kínálatunkkal is gazdagabbá tenni. Ezen a rendezvénysorozatok nagy része ingyenesen látogatható, amelyet a költségvetésünkben, ugye a város önkormányzatának támogatásával tudunk megvalósítani. December 15-ig karácsonyi adománygyűjtést tart a Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszlói Egyesülete és a Kulturális Központ. Játékokat, gyerekkönyveket, tartós élelmiszereket, édességeket várnak. Az adományokat a Kulturális Központ civil irodájában adhatják le. A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRT dolgozóinak gyermekei nagyon jól viselkedtek egész évben, tehát hozzájuk is ellátogatott a Mikulás december 6-án. Karácsonyi égősor, műanyag poharakból készült látványos, aranyos hóemberek, karácsonyfák és ajándéktasakok. És ami nem látható, az ünnepi hangulat. Hagyományteremtő szándékkal szervezett Mikulás ünnepséget a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRT a vállalat dolgozói és gyermekei számára. Több helyszínen forgattunk aznap, mégsem voltunk fáradtak. A jeles napon ugyanis ez mellékes, a Mikulás és az ő csodáló gyerekek a fontosak. Süteményekkel, üdítőkkel telepakolt asztalok fogadták a Bocskai Rendezvényközpontba érkezőket. A finom falatok közben minden kicsinek egy dolog járt a fejében. Mikor ér már ide a Mikulás? A megérkezés után helyet foglalt, hogy meghallgassa a gyerekek énekét. A kicsik örömmel vettek részt a játékokban. Segítettek neki például még gördeszkázni is. Természetesen nem maradhatott el a tánc sem. Minden résztvevő külön kalapot kapott, így egy pillanat alatt lett a vendégnek például kaubója és kismanója is. Hátul álltam a terem végében, nem azért, mert ki akartam volna maradni az egészből, hanem kíváncsi voltam arra, az ünnepség energiája és a jó hangulat mennyire tölti be a teret. Arra a megállapításra jutottam, hogy teljesen öröm volt ott lenni. A Gönczi Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Mikulás ünnepségén a suli profiljához igazodva a gördeszka is előkerült. A gyerekek nagyon örültek a nagyszakállúnak. A Mikulás természetesen a Gönczi Pál Sport és Két Tannyelvű Általános Iskolát sem hagyta ki a körútjából, az ott tanuló gyerekek nagy örömére.
Régóta tanulták már a dalokat, a várakozás időszaka mostanra véget ért. Az üres tornaterem hamar megtelt élettel. Pillanatokon belül gyerekzsivajtól lett hangos, ahogy elfoglalták helyüket a zsámolyokon, padokon vagy matracokon. A kicsik érdeklődve figyelték az előkészített eszközöket, csillogó szemekkel és nagy mosollyal énekeltek. Ahogy a Mikulás besétált a terembe, ha lehet, még pesgőbbé vált a hangulat. Az ismerős dalok, mint a hullapelyhes, természetesen nem maradhatott el. Eszembe jutottak saját emlékeim életemnek ebből a korszakából. Jó volt kicsit visszaemlékezni, mindegyik szép emlék. A Mikulás manója kiválasztotta a gyereksegekből leendő segítőjét. A kalendáriumból így különféle kívánságok kerültek elő, mint például az, hogy a Mikulás gördeszkázzon. Nagy dilemma volt, hogy a Mikulás megszabaduljon-e hosszú szakállától, vagy ne. Ebben a gyerekek döntöttek, és a szakáll maradt. A kicsiknek nagy élmény volt találkozni vele, és jövőre is várják vissza a nagy szakállút. A Major utca magasságában délelőtt 10 körül repültek a rénszarvasok. A szán számtalan meglepetést okozott az ott élőknek. A manógi gitárral és énekkel érkeztek, és egészen új hullámos télapú dalokat nyomtak. A tököli seg december 6-án szépen feldíszített iskolával várták a Mikulás csapatot, angolul és magyarul is profin énekelték a legmenőbb téli dalokat, és a nagy készülődésbe bevonták az intézmény egész kollektíváját. A szokásoknak megfelelően a tornateremben fogadták a Mikulást. Manó Manyi, a Manók nagymamája és Manó Márton kellő módon konferálta az öreg, egyre kisebb pocakkal rendelkező sportos télapót, aki a gyermekek kedvéért több újítással is készült a 2016-os szezonra. Ebben az iskolában is vállalta, hogy beáldozható a szakálla. A léc azonban kissé rezgett. Voltak gyanús hangok. A szavazás során azonban még menthető volt a helyzet. Jövőre ezt az elemet minden bizonnyal a veszélyesebb helyeken kiveszi majd a műsorból. Megtartja viszont a táncos részeket, melyek mindenhol nagy sikert arattak. A speciális dalok hihetetlen módon megnevettették a közönséget. A tököliben a gyermekek és a felnőttek is remekül érezték magukat a Mikulás napi mulatságon, melynek pont ez lenne a lényege. Együtt lenni, énekelni, elfeledni egy pillanatra a valóságot, és újra hinni a csodákban. Bár humorérzékből egyre kevesebb jut manapság az iskoláknak, azért régi jó bevált recept szerint a közös nevetés a jó közösség megalkotására a legjobb recept, melyet fantasztikus fantáziával garantáltan biztosít a hajdúszoboszlói télapó trió évtizedek óta. A nagy sikerre való tekintettel kedden délelőtt a művelődési központ aulájában fogadó órát tartott a Mikulás. A legkisebbek, akik még nem járnak se óviba, se suliba, el is látogattak hozzá. No és persze azok a fiatalok is, akik éppen ráértek. Fő program a közös fotózkodás volt. December elején több Mikulás is járta a várost. Ez volt az első pont, amit tehát tisztázni kellett, mert elméletileg Mikulásból csak egy van. A népesség növekedése és a feladatok óriási száma azonban azt hozta, hogy kiemelt időszakban a vezető tisztségviselők segíthetnek a főnöknek a mesés sztorit működtetni. A lényeg, hogy ne törjön meg a varázs. A kicsiknek legyen lehetősége találkozni a Mikulással, várni a nagy napra, és igazi sztárfotókat készíteni vele, amit aztán 20 év múlva mosolyogva mutogathatnak majd akár saját gyermekeiknek is. Erre volt lehetőség december 6-án délelőtt a művelődési központban, ahol családias hangulatban készülhettek a szelfik.
A programon a legkisebbek vettek részt, de azért voltak nagyobbak is, akik szerettek volna kérdezni az öreg nagyszakállútól. Mit kérdeznél tőle? Hát sok mindent. Hogy jól van-e, hogy hogy van. És nem is tévedt el a nagy körben. Télapó bácsi, a gyerekek azt szeretnék tudni, hogy hogy nem tévedtél el ebben a nagy ködben? Én csak beülök a számba, a szarvasok tudják az utat. Igaz, hogy van GPS-em, de ahhoz én nem értek, a szarvasok jönnek. Van rá egy napjuk, hogy megtanulj, vagy egy napjuk, egy évük van rá, hogy megtanulják az egész földet. Jöjj el, buszát várunk rád, kedves öreg télapó. Bár a Mikulás kicsit meglepődött a mikrofontól, azért a legfontosabb dolgokat sikerült megtudni tőle. A lényeg, hogy a télapó mindig is van, volt és lesz. Nem fog kihalni ez az egész hagyomány. A Mikulás mindig is volt, mindig is lesz. Nem hagyjuk cserbe a gyerekeket. Ajándékokat kihozzuk mindig, csokoládét meg csak csínyával. Jöjjön hozzánk, várunk rád, kedves öreg télapó. Összegezve a télországi híreket, elmondható, hogy Mikulás hetében ismét nagy volt a forgalom városunkban. Idén is pontosan megfelelően alakult az egyfőre jutó télapók száma, nem is kellett volna belőlük több. Szerencsére így is voltak elegen. No meg nem is szabad a gyermekeket becsapni, holmi halandó ötlettel, hogy a Mikulás több napra Hajdúszoboszlóra költözik, mert ez egészen egyszerűen nem igaz. Az igazi fehér szakálló ugyanis Lapföldön lakik, és csak pici időre repül városunkba, éppen csak annyira, amennyire feltétlenül szükséges. Kémkedni utána, vagy titkos szolgálati eszközökkel megfigyelni pedig szigorúan tilos, mert akkor odavész a varázs, mely mindennél többet ér. Megjött a Mikulás, itt van már, tele van a puttony, téged vár. Jó gyerek, rossz gyerek, mint tudja, mit kap a Mikulás a kis zsákba. Jó gyerek, ajándék a csoki Mikulás, rossz gyerek, ajándék a bizony a virrás. Jó gyerek, ajándék a csoki Mikulás, rossz gyerek, ajándék a bizony a virrás. Mikulás ügyben kíváncsiak voltunk a legkisebbek véleményére, ezért ellátogattunk az ovisokhoz, megkérdeztük, ki mennyire várta a télapót. Én úgy vártam a Mikulást, hogy raktam ki neki tejet, meg ropit. Én úgy vártam a Mikulást, hogy szépen megcsiszoltam neki a csizmáját az ajándékoknak. Aha, na itt volt még jelentkező. Úgy csináltam a Mikulásnak, hogy kipucoltam a csizmámat, és akkor írtam egy levelet, hát, és most elfelejtettem bedobni a postaládába a levelemet. De lehet, hogy anya vagy apa bedobta? Hát, lehet. Szerintetek mindenki várta a Mikulást? Igen! Szerintetek a Mikulásnak sok dolga van? Igen! Na mondjátok, hogy mi? Az egész bolygót, de úgy, egy éjszaka alatt. Körülötte megáll az egész idő. Megáll az idő. Szögezzünk le valami nagyon fontos dolgot. Ugye? Ugye létezik a Mikulás? Igen! Kik segítenek neki? Krampuszok, Manó. Aha, milyenek a krampuszok? Rossz képűek, meg barnák, meg feketék. És milyenek a manók? Az a milyen kicsi. És van sapkájuk, és sapkájuk, és... Segítenem legyártani a játékokat, meg csomagokat. Milyen a fülük? Hosszúkás. Na mondja. Aztán jöttek a rénszarvasok. Táncos, peckes, fürge, üstökös, kupidú, villám, büszke, no és persze Rudolf, akiket szintén jól ismernek a gyermekek. A telefonomon van egy olyan játék, hogy van négy rénszarvas. Na álljunk meg egy szóra, nektek már van telefonotok? Nekem tabletem, saját telefonom. Ti a telefonon is, meg már az interneten is tudjátok nézni, hogy hol jár a Mikulás? Figyeltünk drónon.
tényleg kicsi, kamerás, csak nem lehet látni a kamerát. Aha, tehát akkor le akartátok buktatni a Mikulást? Sőt, még ilyen olyan, hogy itt körülötte van ilyen nagy kör, hogy ne tudják széttörni. És akkor figyeltek, hogyha nagyon-nagyon nehéz lesz a Mikulás dolga, akkor hogyan lesz tovább? Nem fogja ő tudni titokban közlekedni? De tud. Na, csak hogyha elromlik a varázslat, akkor nem tud, és lezuhan. Mit kell tennünk azért, hogy ne romoljon el a varázslat? Hogy ne kamelyázzuk őt. Igen. És még? Leérjünk rá, hogy nyom követő. Mert akkor ilyen pötty megjelenik, hogy hol vagyunk, és beírod, hogy ki legyen a másik pötty, és akkor megjelenik, hogy hol van. Tehát akkor azt mondjátok, hogy jobb, hogyha nem használjuk ezeket az okostelefonokat, inkább hiszünk a csodákba? Inkább úgy kellene csinálni, hogy semmi drón, semmi kémeszköz, hanem csak alszunk. Igen. És reggel ott van az ajándék? Igen. Bár a beszélgetés nem volt hosszú, egy életre szólt, hiszen újból megerősítést kaptunk, hogy a csodákra már pedig szükség van. Nem árt, ha mi felnőttek, ezt a fontos tényt szem előtt tartjuk. Adásunk végén programajánló. Szombaton adventi játszóház és koncertek, valamint birkózás a sportházban. Vasárnap pedig ne feledjék, meggyújtjuk a harmadik adventi gyertyát. Ma esti adásunkba ennyi fért bele. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, és ne feledjék, adásainkat a neten is nézhetik. Viszontlátásra!